Felcsút ma valóban szimbóluma és fővárosa valaminek, ami ellen küzdünk, Magyarország rosszabbik kényének. Én egy ennél is kisebb faluban születtem egyébként, majd nőttem föl, de megígérem önöknek, hogyha ne adj Isten, egyszer miniszterelnök leszek, akkor Nyíltason nem lesz 3,8 milliárd forintból foci stadion, és nem fogok minden megtenni azért, hogy annyi adófizetői pénzt fordítsak a nyíltasi fociklub felfutatására. Az egyes foci csapatoknak járó TAO támogatások tavaly év végéig, ez Felcsút, hogy mindenki lássan. Ez a picit nagyobb méretű város Debrecen, Újpest, Diósgyőr, stb. Tehát ez csak úgy bevezetőleg mondanám, hogy itt a foci támogatások, amit a Gergő is mond, és a városok mérete milyen arányban állnak Orbánisztánban. Gyalog sem? Gyalog sem. Tegnap egy jártak itt a projektból, simán be lehetett menni. Mi történt? Nem tudom. Igen? Akkor most nem mehetünk be? Nem. Hát akkor keresünk egy másik helyet. Ez magát terül. Értem. Ön az Euróvédtől van? Igen. Önök védik a területet? Igen. Ha, és önnek utasítása van arra, hogy ide természetesen. Értem. Tegnap is volt már ilyen? Mert tegnap nem mehetünk itt tartók ezért. Mindig van így is. Igen. Na, ez nem a picó. Na jó, nem. Az nagy lenne, nem? Ez mind, ez egész magánterület? Így van. Kinek a tulajdonában? Jó, ez körbe lesz. Így ez a magánterületnek, tudja nekem mondani? Nem, én nem nyilatkozok ezzel, de körbe tudnak oda menni, jó? Aha. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy eljöttek velünk erre a körutazásra Orbánisztánba. Tudják, ez a leleplezések nyara. Ez az a nyár, amikor lelepleződik az Orbán rezsim igazi arca. Ez az a nyár, amikor Magyarországon milliók számára válik nyilvánvalóvá, hogy miről is szól az a rendszer, amelyet 3 éve épít Orbán Viktor és Simicska Lajos. Ez az a nyár, amikor kiderül mindenki számára, hogy míg Magyarország történelmi középpontjának ópuszta szert szoktuk tekinteni, addig a most épülő Orbánisztán középpontja Felcsút. Felcsút a miniszterelnök szülőfaluja. Felcsút szimbóluma mindennek. Az itteni földeket, a környékbeli földeket néhány család, Orbán Viktorhoz nyilvánvalóan kötődő néhány család szerezte meg. Az itteni egyetlen trafikot szintén az egyik ilyen család rokona, ivadéka kapta meg. És ami a legújabb botrány és legnyilvánvalóbb ügy most, hogy a Felcsúton épülő, a falu lakosságát kétszeresen túlnövő stadion, befogadó képességű stadion, aznak a legfőbb finanszírozója, az az egyetlen takarékszövetkezet a több mint 100-ból, aki túléli az államosítást, aki kimarad ebből a dologból. Aki úgy tűnik ezzel kifizette a beugrót, hogy Orbánisztán hasznos tagja lehessen.